Nincs szó, nincs jel, nincs rajzolt virág, nem szállhat az égen, szárnyat ürt magán. Nincs jó, ami jó, nincs már, aki felel, nincs hely, ahova visszatér, ki útra ír. Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép októberi estén. Szeretném bemutatni Lengyel Marikát, a képzőművész kiállításnak az alkotóját, szerzőjét, és mai nap gazdag programot kínál mindenki számára. Elsőként Lengyel Mária képeiből és grafikáiból készült kiállítást tekinthetik meg. Lengyel Marika 1976. októberében született Ekeren, és azóta is ott él. Kiskora óta érdekli a festészet és a rajzolás. Az akkori tanítói ösztönzésére több rajzversenyen is részt vett, amelyeken nagyon szép eredményeket ért el. Vadócon érettségizett a mezőgazdasági szakközépiskolában, majd több éves kitérő után a Bútai Művészeti Szakközépiskolába került, ahol 2003-ban fejezte be tanulmányait zománc szakon. Az ott készült zománc képeit több kiállításon bemutatták. Mesterei Popos Tibor és S. Fekete Zoltán festőművészek voltak. Lengyel Mária sokrétű művész és Isten adta tehetséggel, művészi érzékkel rendelkezik. A tűzománca ugyan egyébként ráhagyott, de a művészettel nem. Útáról hazajövet, továbbra is alkotott. Ekkor készültek szebbnél szebb grafikái és képei. A mostani tálak Marikát erről az oldaláról kívánja bemutatni. E tálakon megtekinthető minden egyes rajzból kívül első rátekintésre is átsejlik, átvilágzik a női művészi lélek finomsága és látsága. Már az első pillanatban kitűnik, hogy ezek az alkotások női kéz munkái. Marika kiválóan játszik a színekkel, a színek leheletni finom árnyalataival, de az erősebb színekkel is. Ugyancsak kiválóan alkalmaz többféle technikát, főleg pasztelkrétával, tussal és akrillal dolgozik, de művészen ötvözi egy-egy rajzának kréta és az olaj vagy a tuss kréta keverékét. Tematikailag leginkább a végtelen ég, a természet csodálatos színei és formái gazdagsága hatotta át képeit. A tájképek mellett magyar történelmünk eseményeivel is foglalkozik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy az ekeli származású fiatal művész Lengyel Mária alkotásaiból készült tálakot megnyissam. Kívánok mindenkinek gazdag, művészi és életfelemelő élményt. Ezennel Lengyel Mária alkotásaiból készült kiállítást megnyitottak nyilvánítom. Thank you.
névtanúk emlékének, akik felismerték egy nagyra, akik felismerték egy nagyra hivatott, de lenyomott szerencsétlen nemzet igazságát, és készek voltak megvédeni ezt az igazságot az életük árán is. Október 6-a a magyarság gyásznapja. 161 évvel ezelőtt elvesztettünk 14 nagyszerű ember, 14 magyar tábornokot. A kivégzéseket Aradon hajtották végre. Ő miattuk gyűltünk itt össze, hiszen amelyik nemzet tudja a halottait becsülni, az a nemzet tudja magasztalni az élőket is. Megkérem Pető Attilát, a járási csemadok elnökét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Szép napot kívánok! Október 6-án, mikor a 13 aradi vértanúra emlékezünk, akkor nagyon sok dolog összegyűlik az ember fejében, és így gondolkodik, hogy miért jó nekünk az magyaroknak, hogyha a halottainkat idézzük, és a halottainkat hívjuk ide segítségül, úgyhogy a halottainkról inkább beszélnek a gyertyák és a mécsesek. Én azt gondolom, ez egy jelenteni számunkra, ugyanúgy, ahogy március 15-e, ugyanúgy október 6-a, és ugyanúgy mondjuk június 4-e is egy hasonló összefogást kell, hogy jelentsen számunkra. Hogyha Szabadságharcról és Aradról beszélünk, akkor megint csak nem szabad elfelejtenünk azt, hogy olyan emberek voltak ebben az időben, akik nélkül nem lenne ma ilyen a nemzet, amilyen is nem lenne nemzet, és nem lenne Magyarország, nem lenne Kárpát-medencei magyarság, Kossuth és egy Széchenyi, amiről gyakran elfelejtkezünk az asztalról, hogy Batkányot is, aki az első város magyar miniszterelnök volt, akinek nem az volt az óriás tette, hogy bevállalta ezt a miniszterelnökséget, hanem az, hogy egy irányba terelni, csapattá formálni, ők egyébként egymás ellenségei voltak. A tessék azt elképzelni, hogy Széchenyitől, mikor azt kérdezték, hogy de Grófok, mi lesz, hogyha kivégeznek bennünket a körülcsöknek, mert annyit felelt, hogy tessék, hogy kivégeznek bennünket, egy kérdésre, hogy Kossuthal háttalak összeállt őt föl, megnyugta át a Kossuthot. Tehát Batthyánynak sikerült ezeket az embereket csapattá formálnia, és nem egy széthúzó tömeg volt a Szabadságharcban, mint éppen azt mondhatjuk, hogy nyert, hanem egy egységes csapat lett. Ez a fontos manapság, és ez lehet az aradi 13 üzenetei számunkra, hogy sokkal a fontosabb az, hogyha egy csapatban dolgozunk, és hogyha egységes, egy koalícióra lépett csapattal megyünk harcba, mintha külön-külön próbálunk másoknak megfelelve egyéni ambíciókat szemelni tartva dolgozni, megtenni. És tulajdonképpen ugyanúgy Kossuth, ugyanúgy Széchenyi, és ugyanúgy az aradi 13, ez ezt üzeni számunkra, hogy sokkal fontosabb a nemzet, mint egy-egy ember, de egy-egy ember nélkül viszont soha nem lehet egy egységes nemzet. Tehát, hogy október 6-án ne csak gyászoljunk, hanem gondoljunk arra, hogy ezek az emberek jöttünk voltak, Dezső Fivaristi, kívánjuk a sajtó szabadságát! Kis termők, felelős minisztériumot Budán és Pesten. Lázár Vilmos, évenkénti országgyűlést Pesten. Schneider József, törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Közös teherviselés. Lakner György, úrbéri viszonyok megszüntetése. Krézics Károly, Eskit szék képviselet egyenlőség alapján. Nagy Sándor József, nemzeti bal. Gróf Reiningen Westenburg Károly,
A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el. Aurich Lajos. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Damjanics János. Unió Erdélye. Nem olyan könnyen törhető le, mint ahogy ezt a bécsi udvarban elképzelték. Kossuth Lajos lelkesedése átragadt az egész nemzetre. Bár a honvédek nem voltak valódi katonák, de valódi hősökké váltak. Gyurgai, Damjanics, Klapka, Bem és a többi tábornokok, jó részük nem is magyar, bámulatos hadivállalkozásokat vittek végbe. Úgyhogy az osztrák katonák babonásan kezdtek félni a magyar honvédektől. Fölhát, magyar nép, e gazcsorda ellen, mely birtokodra s életedre tör. Föl egy hatalmas, egy szent háborúra. Föl az utolsó ítéletre. Föl. A századok hiába birkozzának velünk, és mostan egy évölne meg. Oroszlánokkal vívtunk hajdanában, és most a tetvek egyeneke meg. Föl, nemzetem, föl! Jussanak eszedbe világhódító híres őseid. Egy ezredév néz ránk ítélő szemmel, Attillától egész Rákóczig. Ha a korabeli térképre nézünk, nehéz elképzelni, miben reménykedtek a magyarok. Szerbek, horvátok, románok, szászok, rutének, csehek, szlovákok ellenséges gyűrűjében szinte maroknyi volt a magyarság, rosszul felfegyverezve. Szemben Jellasics és Windisch Grécz, jól kiképzett hadseregeivel. Csak ugyan szétszórt hajával, véres homlokával állt a viharban maga a magyar. Kossuth Lajos ezt nem látta? Nem látta. Eleinte olyan sikeresen folytak a harcok, hogy Pécs elfoglalásáról álmodott. Volna Kossuth ellenségnek a nemzetiségieket, amikor 10 000 szám harcoltak a honvédek közt tótok, rutének és németek. Tábornokainak és más tisztjeinek tekintélyes része csak érezni tudott, beszélni nem. Ebben az országban már rég nem a vér számított, a legnagyobb hadvezérünk a románból lett Hunyadi János volt, és az ő fia a legnagyobb magyar király Szigetvárt, a horvát Zrínyi Miklósban védte. Tét unokája, koncepciózus magyar államférfi, legmagyarabb költőnket pedig Petrovicsnak hívták családnevén. A költő visszatér, míg a földön nem kevér. A költő visszatér, a költő visszatér, a költő visszatér, míg a földön nem kevér. A költő visszatér, míg a földön nem kevér. A költő visszatér, hol sarka kér. A költő visszatér, a költő visszatér, a költő visszatér.
sugára, az arabi vár börtönnek ablakára, szárnya azt a 13 magyar vitéz, ki a börtön fenekén a halára. Elítélték sorba mind a 13-at, szüntek fontak a nyakukba 1000 vádat, elnevezték felségsértő pártütőknek, mert a magyar szabadságért harcra keltek. Uram, fia, az ítélet akasztófa, mintha úton álló rablók lettek volna, mintha méltók nem volnának egy lövésre, katonákhoz férfiakhoz illő vége. Kinyílott a tömlöc ajtó vasas zárja, kijöttek a hős magyarok a halálra, búcsúzzatok itt egymástól mindörökre, úgy váljatok el egymástól mindörökre. Jaj, de boldog kit elsőnek nevezének, mert a halált legelőször ő éri meg. Jaj, de akit utolsónak hagytak hátra, bajtársai szenvedését végig lássa. Damjanicsot hagyták végső vértanúnak, hogy érezze kínját csengét a bosszúnak. Kegyetlenül haragszik rá minden német, számtalanszor fölni vette őket ott áll köztök mankójára támaszkodva, mint egy tigris kivas közé van bezárva, sülök forog ott a hóhér a kötélen, számolni kell egy magyar hős életével. Haradi vár, haradi vár, halál völgye, 13 magyar vitéz temetője, viruljanak környékeden szép virágok, felejthetetlen legyen az ő végezetül énekeljük el nemzeti imádságunkat, a magyar himnuszt.
Köszönöm mindnyájuknak, hogy eljöttek. Köszönöm vendégeinknek, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Az énekar tagjainak, a fiataloknak és vezetőiknek a felkészítést és a szereplést, valamint a falu vezetőségének a lehetőséget. Most pedig mindenki szeretettel hívok és várok a Kultúrházba kezdődő ünnepi koncertre, kiállításra és ételkóstolóra. Jó estét kívánok! A zenekar nevében mindenkit szeretettel köszöntök, és egyúttal mindenkinek szeretném megköszönni, hogy a mai estén előttek, és megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel. Néhány perc múlva megkezdjük a műsorunkat, de előtte még engedjék meg, hogy néhány információt elmondjak. Két dologról szeretnék nagyon röviden beszélni. Először is a műsorunkkal kapcsolatban szeretnék néhány szót ejteni, utána pedig a zenekar szeretném nagyon röviden bemutatni. Azt hiszem, nem tűnik öncélú dicsekvésnek, ha azt állítom, hogy mi lakszakállasiak egy nemes, példamutató hagyományt állítottunk fel azáltal, hogy az aradi vértanúk emlékére minden évben, emlékéről minden évben megemlékezünk. És ilyenkor, október 6-a táján már kíváncsian várjuk, hogy vajon milyen program lesz majd a műsorban. Ahogy már meggyőződtettek róla, itt egy képzőművészeti kiállítás volt, utána Kopjafán álló gyülekező és a műsor további részeként most a zenekar mutatkozik be önöknek. A következő bő másfél órában népdalokat, nótákat és örökzöld slágereket hallhatnak majd, és már a címszavakból is megállapíthatják, hogy a műsorunk zeneileg színes lesz, sokrétű lesz, de ezt a tartaságot még igyekeztünk azzal is fokozni, hogy más nemzetek dalaiból is vettünk be. De ennek ellenére, hogy ilyen színes lesz a műsor, azt hiszem a műsornak mégis van egy közös kiinduló pontja, egy közös nevezője, mégpedig az, hogy ezek a dalok kivétel nélkül mind szépek. Ezt a szépséget, ezt a melodikusságot mi még próbáljuk majd azzal fokozni, hogy minél tökéletesebben adjuk önöknek elő, abban a nagyon nagy reménybe, hogy a technika nem fog megtelíteni bennünket, mert voltak problémák, vagy vannak problémák. Engedjék meg akkor, hogy a zenekarról is szóljak néhány szót. Ez a műsor a Banyák zenekar fellépéseként műsoraként lett hirdetve, és valóban mellettem a Banyák testvérek állnak. Annyit tennék hozzá, hogy mi ketten a nagy Rudolf barátom mellett a műsor erejéig csatlakoztunk őhozzájuk. És akkor néhány szót a zenész társaimról. Azt hiszem, Nagy Rudolfot nem kell bemutatnom, hisz lakszakállasom. És kérem, megelőztek egyben, hogy már megtapsoltak, kértem volna. Úgy látszik, igen, ismerik őt, és hát ez annak is tulajdonítható, hogy a zene és nevetségét ő már, mondhatom, évtizedekkel ezelőtt megalapozta. És akkor most a Banyák testvérekről is hadd szóljak néhány szót. Próbáltam csokorba gyűjteni, tehát olyan dolgokat kiemelni, amelyik mindegyikükkel kapcsolatban elmondható. Hát a közös nevező az ugye a testvérek, és hát hozzánk Nemes Úrcsára jártak iskolában, és mindegyikük a későbbi tanulmányaik során a zenei pályán helyezkedett el, mégpedig hát olyan szinten, hogy mindegyikük eljutott a Győri Zeneművészeti Főiskolára. Kitűnő zenészek, több hangszeren játszanak, és talán csúcsként mondhatom, hogy Magyarországon zenei versenyeken első helyezést értek el a
kategóriának van, sőt, nemzetközi versenyeken is díjat nyertek. Hát ennyit. Röviden őróluk, és még a műsorra visszatérve annyit, hogy ilyen zenei csokrokat állítottunk össze, és hát a hangulatkeltésként, bemelegítőként egy csokrot játszunk el önöknek, abban a reményben, hogy jó kedvre, jó hangulatra tereljük önöket, és hát jó szórakozást kívánunk. Thank you.
zenét, más téma, azért is választottunk el erről a blogról. Hát egy kicsit más zene lesz. Egy héber dalma, Havana Vida.
Most erről a dalhoz van egy szöveg, ezt megpróbálhatja olvasni. És ez arról szól, hogy ember ezrek élnek a nagyvilágon szerte, kik örök lázadással jobb sorsot keresve elmentek a hazájukból. Te mit hazavárjuk, és a dal arról szól, és ez a dal, amit most fogok énekelni, ez volt a himnuszunk.